kentrébe, nem? Mi? Jobb, mint a mocsár. Jobb, mint a mocsár. El van a Vilike vele. Vilike, Gurtnira nagyon figyelj, már most. Az az első, hogy húzol neki. Nyugodtan szárat adjál, húzzál neki, húzzál neki. Jaj! Vedd át. Gyerekek. Kulakunk, délután lesz Piksi és Miki kanca. És kimegy Poszi, nem megyek utánuk és Roxy. Izabolunk. Annyit kell mondanom, hogy most vagyok, úgyhogy feladtam. Most feladtam. Te nem visszük el. Nem, itt rakolunk, így voltak is a mögédé. Két csontom, mintha így összeérne, két reszel összeér, és így, ezeket a mozdulatokat érzem. Még Miksit lecomboltam, és onnantól kezdve így itt leültem, egy-kettőt lépek valahova, valószínű leülök ide, és nyek. Valahogy ide rendelem a motoromat, valaki ide, arra fölülök, és valahogy haza láncorgok. Vektorral, vagy mivel ebből a másik, akármivel megpróbálom. Ugye reggel is bekentem az ideig, hatásos volt, de ez a mai, ez most nagyon odatett nekem annyira, hogy nagyon. Még a jó zenék sem vigasztalnak, ugye, mert forberájtunk, ugye nekem itt talpon kell lennem holnap, pláne holnap után, meg aztán végig. Tehát ez idegesít, hogy most, hogyha megpihentetem, ugye tervem volt, hogy fölmegyek roppantani, még nincs kizárva, hogyha esetleg egy óra múlva csoda történik, és meg tudok pihenni vele, vagy akármi történik. De egyelőre siralmas a helyzet, azt kell, hogy mondjam. Én, aki kemény vagyok, mint a Vídia, Hosszi és Roxy. Most azt kell mondanom, hogy feladom. Most ebben a pillanatban feladom. Kimennek a lovak, a Nikinek kiosztom, hogy mit szeretnék. Elektrolidot kéne hozni a nagy fehér vödörből, és ide tolni a talicskát, amit én majd bekeverek, és valahogy majd kizabolunk. Valahogy lesz annyi idő. Most hittem, hány óra van. Nem tudom én se. Ez az, ami jó, nézd meg. Ez. Ide le tudok ülni, ez egy kicsit kényelmesebb, mint ez a dolgán. Megyünk ki a következőbe! A másik dolog. Kétszer utalom el az ipari kamarának az 5000 forintot. Kétszer utalom el ebbe a helyzetbe. Akkor az elektromos művek küldött egy tényleg egy normál aranyos levelet, de még mindig nem értem, hogy mi van. Mehettek ki! Jó. Vilike, nagyon odafigyelj, len legyen aranyos a kanca, szeresd őt. Az égvilágon sem. De hallod, csak galocsasz. Galocsasz. Tudod, nehogy elkapjon. Meg nem is kell a Vilike, jó ez így, nekünk nagyon jó. Ugye a elektromos művek, ami 270 ezer valami, nem tudom mióta nem fizettem az áramot, közben megvannak a blokkok. És nem értem, hogy mit írnak, aranyosak és kedvesek, de nem értem. Kijött 90 ezer, 70 ezer, mindegy 270 ezer számla. És most írják erre, hogy nekem vannak, majd azt egyszer levonjuk. Most nem értem, mit vannak le. De amit befizettem, azt eleve miért számolják fel? Nem értem, úgy is vagyok, gagyi ehhez, nem tudom. Most tegnap kijött 6200 forintot befizettem. De hol van a 270 ezer? Meg hol van, amit én befizem? Én nem olyan számla jön ki, hogy az összeget, úgy is haladékot kérek. 100%. Vagy ki se tudom fizetni, akkor egy ilyen nyis lesz. Vagy haladékot kérek. Bizonytalan ideig, elkezdem törleszteni 1000 forintjával a 270 ezeret. Az közel 27 év, nincs annyi. 12 hónap, 27 év, nincs annyi. Tehát még kevesebb, mint 27 év alatt törleszteni. Persze, ami rárakódik, ezek a többiek, az majd később. És annyi lenne, hogy Miki hoz nekem elektrolidot, ide hozza a talicskát egyúttal, bekeverjük az abot és elkezdünk kizabolni, vitaminocskák, egyebek bejönnek, behozzák Piksit, Niki kancát, azokkal megyünk, de este, és meg a szürkét behozzuk, és kész. Ja, meg még kim van a Dendi, meg a Jancsi. Köszönöm.